A kis gömböc. Volt egy szegény embernek egy kis malackája. Olyan kövér volt, hogy már repett ki a kövérségtől. Levágták, s feltették a füstölőre. Tavaszra minden elfogyott belőle, csak a kis gömböc maradt meg. Egyszer a házigazda elment kapálni a szőlőbe. Otthon maradt a három lánya meg a felesége, hogy vacsorát főzzenek. Azt mondja az asszony a nagyobbik lányának. Eredj, leányom, a padlásra, hozd le a kis gömböcöt, főzzük meg apádnak. Mikor a leány felment a padlásra, hozzá akart nyúlni a kis gömbözhöz, hogy levegye. Nagyot kiáltott a kis gömböc. Mit akarsz te? Engem megenni? Inkább megeszlek én téged. Ham, bekapta a leányt. Az anyja nem tudta elképzelni, hogy miért nem jön le a leány a padlásról. Felküldte a középső lányt, hogy hozza le az. Az is úgy járt, azt is bekapta. Küldte a legkisebbik lányát is az anyja, hogy hozza le a kis gömböcöt, az is éppen úgy járt, mint a másik kettő. Azt is bekapta a kis gömböc. Közben az asszony mind csodálkozott, hogy hova lettek a lányok, hogy nem jön le egy sem. Felment a padlásra ő maga is. Mikor meglátta, hogy milyen nagy a kis gömböc, megörült neki. Mikor le akarta akasztani, az rá kiáltott. Mit akarsz te? Engem levinni? Inkább megeszlek. Azt is, ham, bekapta. A szegény embernek nem volt, aki vacsorát főzzön. Közben hazajött a mezőről, nem volt senki sehol a házban, vacsora se volt a tűznél, még tűz sem volt. A gazda kezdett kiabálni. A szomszédba átszaladt, mindenfelé kereste a feleségét s a lányait. Gondolta, hát én bizony megéheztem, inkább vacsora után nézek. Tudta, hogy egyéb vacsora nem lesz, hát gondolta, hogy a kis gömböcöt lehozza, s megeszi. Felment a padlásra, le akarta hozni, de amint hozzányúlt, amaz rá kiáltott, mint a többiekre. Engem akarta megenni, inkább megeszlek én téged, sham! Bekapta a gazdát is. De most már olyan nagy lett, hogy nem bírta tartani a madzagja. Leszakadt, s lehengeredett, le a padlásról, le a tornácra. Dombon volt a ház, lehengeredett az utcára, s hengeredett végig az utcán. Jöttek haza este a mezőről a kapások, s a kis gömböc mind bekapta őket. A falu végén találkozott a disznócsordával, s azt is mind bekapdosta a kis gömböc. Leghátul jött a kanász gyerek. A bicska ki volt nyitva a kezében, s ette a szalonnát. A kis gömböc azt is bekapta, de hogy a bicska ki volt nyitva, a kis gömböcöt kihasította, s így szépen mind kisorakoztak belőle. Ha a kis gömböc ki nem hasadt volna, az én mesém is tovább tartott volna.